Pataki Attila szeretettel fogadott bennünket otthonában, és szeretne most üzenni a Kanadában élő magyaroknak, akik holnap találkoznak. Szervusztok, drága testvéreim! Pataki Attila vagyok, a közönség szeretete által immáron 35-38 éve kitüntetett rockstar énekes, szövegíró és sorstárs. Sorstárs ebben a kurta furcsa létezésben, ahová a Jóisten vetett minket, mi pedig vállaltuk, hogy lejövünk, és itt leszünk most ezekben a sorsforduló felmutató időkben, hiszen 2022 nem csak a jövendőlések miatt egy fantasztikus időpont a Föld történetében, hanem azért is, mert a dolgok másfelé fordulnak, mint ami eddig, mint ami ahová mostanáig tartottak, hiszen a elmúlt 12.000 év az körülbelül valószínűleg az én érzeteim szerint holott a mai világ azt hazudja, hogy ez a mostani demokrácia, ez a mostani civilizáció, ez a mindenek legcsodálatosabb világa, szerintem tragikusan rossz irányba tart, és meggyőződésem, hogy ebben lesz nekünk óriási nagy szerepünk és dolgunk itt a Kárpát-medencében, hiszen mi vagyunk a magyar, és meggyőződésem, hogy dolgunk lesz abban, hogy jobb irányba fordítsuk a világ szekerének rúdját. Ez így lesz, én ezért élek, ezért írom a dalaimat, ezért is teszem a dolgom, és a dalaimba próbálom belefogalmazni mindazt, amit gondolok és érzek rólunk, magyarokról, a magyarságunkról, és az ősszel megjelenő albumunknak is az a címe, két hónapból jelenik meg, hogy Inog a világ. Hát bizony inog, drága testvéreim, eresztékeiben recseg ropog. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy összefogjunk, összetartsunk, és hogy átismételjük még egyszer, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt, merre tartunk, és akik ebben tudók, azok pedig a mai fiatalságnak mindezt elmondják, mindenkinek elmondják. Ennek nagyon-nagyon nagy szerepe van. Hát én ennyit szeretem volna elmondani nektek, aztán ha bármi érdekelteket, majd üzenjetek, mondjátok. Remélem, hogy személyesen is találkozunk, nagyon-nagyon hiszek benne, hogy a jövő következő esztendő ezt megadja. De mondjátok, én mindenre szívesen válaszolok mindenkinek. Addig is, drága testvéreim, az Isten áldjon meg titeket ezerszer. Holnap estére pedig egy csodálatos jó estét kívánok nektek. Sziasztok, Isten, Pataki Attila voltam.